Kelemen Györgyné Edit, tűzi játék. Janikám nagyon fél, remeg, bújik mindenfele. Szekrény mögé, ágy alá. Mi a baj, szentem? Jaj, annyira félek. Nem hallod, mama, hogy fénylik és csattan? Lehet, hogy egy tűzokádó sárkány van kint. Rázza a fákat, és tüzet okád, és ahogy lép, csak úgy csattan a talpa. Rázza a fákat, de félelmetes. Hová bújjak, hová meneküljek, te nem félsz? Nem, válaszoltam. Miért félnék? Tűzi játék, ez nem sárkány. Tűzi játék? Nézett kíváncsi szemmel. Hát persze, gyere, nézzük meg együtt. Menjünk. Emlékszel a tűzi játékra, amit anyuval, apuval néztél? A szép volt, ugye? Szép, színes virágot rajzoltak fent az égen. Durrant, csattant, ugyanúgy, mint most. Na nézzük azt a tűzi játékot. Odaültünk az ablakba. Láttad, mekkorát villámlott, és most. Durr! kiáltottam. Láttam! Láttam! ordította. Most meg ott, mama! Durr! Hely volt nagy kiabálást. Nem félt már, Janika, inkább várta a villámot. Nézd, mama, ott cikáznak, né, durr! Mikor a szülők hazaértek, csak néztek. Janika nem volt elbújva, nem remegett. Állt az ablakban mosolygó szemmel. Tűzi játék, látjátok! Villámlik, aztán dur.